Több mint fél ezeren indultak csoki tojás vadászatra a Göcsei Falumúzeum portái között. A szemfülesek gyorsan hozzájutottak az édességhez. Nézd ide, mi van itt! Nézd oda, mit találtak a lányok! Nekem tetszik, csak azért jöttem, hogy tojást keressek, meg jól érezzem magamat. Tudjak itt keresgetni tojást, meg tudjak futkosni. Szívesen mozdultak ki a családok az ünnep utolsó napján. Egy kicsi kis kimozdulást a gyerekeknek, meg örömet szerettünk volna okozni, hogy legalább egy pár darab tojást találjanak, örültek volna neki, de hát eddig sajnos még nem sikerült. A zalaegerszegi tájékozódási futóklub hagyományos rendezvényének a szórakoztatáson túl fontos célja a tájfutás népszerűsítése. Nagy szerencsénk az időjárással, hiszen az előző napok esős időjárása után ma kellemes tavaszi. Mondhatni azt, hogy meleg van, úgyhogy ez meg is hozta a résztvevők kedvét, hiszen a regisztrációnál több mint 500-an regisztráltak a rendezvényre, ami számunkra egy nagy öröm, hiszen a tájfutó sportágat mutatjuk be a rendezvény keretében egy olyan helyszínen, ami nem csak sportot és tájfutást kínál, hanem annál sokkal többet. A tojás mellett nyuszikat is találhattak a látogatók a skanzenben, valamennyien jól tűrték a simogatást. Nagy-nagy öröm, hogy itt vannak velünk a nyuszikák is, a húsvétnak a másik főszereplői, két tenyésztő jóvoltából sokféle nyuszik meg lehet simogatni, és ráadásként még fűrjeket, papagájokat, tengeri malacokat is meg lehet nézni. Hagyományőrző locsolkodásból sem volt hiány a Göcsei Falumúzeumban. Az értéket Tisztán Egyesület néptáncosai a régi szokás szerint vödörből öntötték a vizet a lányokra.